Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok, ez lesz a mai egyenes beszéd. A stúdióban pedig itt van már Závetz Tibor, a Závetz Research alapítója és vezetője. Jó estét kívánok, szervusz! És Dúl Szabolcs, a Telek főszerkesztője, szervusztok! Jó estét, szervusztok! Megtámadta Brüsszel Magyarországot, megint. Nem először mondja ezt a miniszterelnök, ugye zsarolásról beszél, pénzek visszatartásáról. Most Balogh Zoltánt, ha idézném, ugye, és idézem is, azt mondta, túltoltuk a biciklit, hangzott már el ilyen. Most nem tolják-e túl, mit gondoltok ezzel az újra? Tehát meddig lehet ez hatásos? Az általános válasz az, hogy egy kampányban nincs ilyen, hogy túltolt bicikli, tehát ugye kampányban tulajdonképpen, hogyha egy politikai üzenetet szeretnének eljutatni a választókhoz, akkor nem drága semmi. Itt ennek a mostani népszavazásnak szerintem a legfőbb jellegzetessége, és jó is, hogy egyébként ezzel az idézettel kezdett, hogy ez egy kampányeszköz. Tehát itt maga a miniszterelnök mondta el a reggeli rádió interjúban, hogy korán sincs arról szó, hogy fontos lenne ennek az érvényessége, hogy valami törvényalkotási kötelezettséget keletkeztessen, hanem itt bizony az a lényege, hogy január-februárban meglegyen ez a népszavazás, így aztán nem kérdés, hogy a választási kampánynak az eszközévé tette ezt a Fidesz. Egyetért ez, bocsánat, azzal, hogy nem lehet túltolni? A migráns kérdésnél nagyon sokat találgatták az elemzők és az újságírók is, hogy túl lehet-e vagy nem. Én azt gondolom, hogy eddig a kampányok olyanok voltak, hogy a valóságról már választási kampányok, a migráns kérdés picit talán már előszele volt annak, ami most történik. Tehát, hogy a valóságról beszéltünk, a gazdaságról, az ország előtt álló dolgokról, most pedig mi történik, hogy valóságos szereplőket egy konstruált világba raknak bele, és ezek a valóságos szereplők, ezek egytől egy ártani akarnak, gonoszak, rosszak, tehát nincs közöttük jó, ide tartozik az Európai Unió, akinek mintha egy ügye lenne, illetve kettő, mert az egyik ügy, hogy Magyarországnak mindig valami rosszat akarjon, a másik, hogy LMBTQ aktivistákat küldjön szerte Európába az oktatási nevelési intézményekbe. Tehát ez, ha ezt elmondom, ezeket a mondatokat, akkor az ember érzi azt, hogy mintha túl lenne egy picit tolva, és lehet, hogy lesz egy olyan érzése az embereknek, hogy azért a nem megváltoztatása az nem biztos, hogy a legfontosabb témák közé tartozik. Értem, és egyetértek az amit a Szabi mondott, hogy ez egy kampányeszköz, de hogy erről fogunk népszavazást tartani. Na de hogy lehet azt mondani, hogy egyébként erről népszavazás lesz, de egyébként mindegy, hogy érvényes lesz vagy nem teljesen, mert tulajdonképpen törvény erről már van, tehát egy olyan ügyben megyünk el népszavazni, amiről már van egy törvény, illetve hát Brüsszelt én nem tudom, nem vagyok a szakértő, hogy mennyire hatja az meg, ha mondjuk lenne egy érvényes népszavazás. Szerintem itt azért tényleg látnunk kell, hogy ez egy, itt nem az úti cél, hanem maga az út a fontos, amit ugye a Fidesz be szeretne járni. Egy picit, hogyha távolabbról indítunk, és nem is magukat a kérdéseket vizsgáljuk, bár előbb így próbáltuk memorizálni. A kiinduló pont az ugye az, hogy a választás előtti nagyon fontos ősz következik, amelyet ugye eleddig úgy tudtuk, hogy az ellenzék fog uralni egy nagyon érdekes és a választók számára jól befogadható témával, lesz pedig az előválasztás. Tehát az teljesen biztos, hogy az ősz az egyik fő témája az ugye az lesz, hogy az ellenzéknek ki lesz a közös miniszterelnök jelöltje, kik lesznek a jelöltjei. A Fidesz eddig nem találta tulajdonképpen a politikai választ erre. Tehát, hogy itt csak egy picit részletezzük, ugye a kommunikációs válaszok megvoltak erre, meg a különböző kampányok a jelöltek ellen, de a mély politikai válasz nem volt meg, és úgy tűnik, hogy a Brüsszel elleni harc lesz a Fidesz fő témája, és hát ennek az egyik eszköze, hogy itt a nem váltós gyerekek, meg a nem váltásról szóló iskolai propagandisták ellen fognak harcolni, ami ugye azért jó, mert ilyenek úgyse bújnak majd elő, és ez hónapokig lehet majd tárgyalni. Közben így van, tehát közben pedig ezen akció közben belegyalogol különböző szereplőkbe, tehát mint a magyar iskolákba. A magyar iskolák most úgy vannak beállítva ezen kérdés kapcsán, mintha ott nem matematikát és történelmet oktatnának, hanem a gyerekek, nem tudom, szexuális orientációjával foglalkoznának, és ez lenne egy ilyen fő topik. Hát, hogyha népszavazást rendeznek róla, akkor az embernek lehet ez az érzése, mint hogy meg kell védeni a gyerekeket a szülőkkel együtt a magyar iskoláktól. Tehát itt a német iskolákról
beszélt ma a miniszterelnök, okay, hogy tudja, hogy ismeri hogy az német tananyagot, és majd az lesz. Az lesz itt is, de hát azért... könyvekről. De hát azért elnézést a, nem tudom, magyar pedagógusi kar ehhez tényleg úgy viszonyul, hogy rendben van, és ez számukra egy... A PDSZ egy képviselője egyébként igen, a mai igen. adásban, mert a másik, ők átírták a kérdéseket. A másik, hogy a magyar médiába gyalogott bele úgy unblock, mintha ott tényleg nem lenne törvény arról, hogy lehet, mint a szexuális propaganda zajlana a magyar médiában folyamatosan, és a nemi átalakításról szólnának bemutató anyagok. Tehát ez egy másik ilyen szerintem fontos dolog, hogy sért rétegeket, az egy, most még egy zárja dolog csak, hogy abban pedig semmi innováció nincs, hogy Soros Györgyöt hozzák újra elő, hogy Brüsszelt hozzák elő, és ma még itt el sem hangzott Gyurcsány Ferenc neve, akiről talán ma nem is tett említést. Így van. Még, bocsánat, Szabolcs, mindjárt egy dolog ezzel kapcsolatban, ugye arról beszéltünk, hogy azt mondta Orbán Viktor, hogyha nem lesz érvényes, akkor sincsen, tehát nem ez a cél. Na de mégis, politikailag van-e veszélye ennek, hogy nem lesz érvényes, mint 16-ban, tehát nem sikerül egy olyan népszavazást a Fidesznek a választások előtt összehozni, ahol elmegy annyi ember, hogy érvényes legyen. Ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, ugye 50%-nak, a választópolgárok 50%-ának több mint 4 millió embernek kell elmennie, ugye ahhoz, hogy érvényes legyen, és hogyha az ellenzéki pártok, amire azért több vezető, ellenzéki vezető már tett utalást, bojkottálni fogja ezt a választást, akkor azért eléggé nehéz dolga lesz a Fidesznek. Igazából itt a témája ennek a népszavazásnak nem fontos, hanem pontosan ez a forma, és majd, hogy ki, hogy milyen narratívába fogja tenni ezt az egész népszavazást, és ugye nagy kérdés lesz, hogy az ellenzéknek a népszavazási kérdései, ugye Karácsony Gergely éppen volt itt, és hosszan beszélt erről az egyenes beszédben, hogy azok a kérdések, azok mikor futhatnak be, és hogyha párhuzamosan ezzel, ugye valószínűbb, hogy itt nem egy szavazónapon lesz ez az egész. Gergely tulajdonképpen már bejelentette tegnap, hogy nem. De egy aláírásgyűjtés közben zajlik, akkor az mennyire veszi el, meg szívja el a levegőt ezelől a népszavazás elől? Én egy ellenpólust szeretnék mondani, hogy lehet ebből sikerpropagandát csinálni, illetve hogy tud a Fidesz ebből sikert kovácsolni úgy, hogy a Fidesznek van körülbelül, nem tudom, 2,5-3 millió közötti szavazója, és ha lesz egy 40% vagy 40% fölötti részvételű népszavazás, ahol nagyjából ugye egy irányba szavaznak szavaznak az emberek, akkor a Fidesz azt fogja mondani, és ez a célja, hogy ezt a 2,5 és 3 millió közötti szavazótábort megnövelje, kapcsolatba kerüljön vele, elmondhassa azt, hogy azt az álláspontot képviseli, ami a kormány. És egy 40%-os részvételű népszavazás is 3,2 millió embernek a részvételét jelenti, ha ennél magasabb még többet. Tehát van ott jó néhány százezer szavazó, aki ebben a kérdésben a kormány álláspontját fogja osztani, ezt voksával fogja igazolni, és onnantól kezdve erre egy nagyon erős kommunikációt lehet ráépíteni. Tehát én azt gondolom, hogy a Fidesz fölmérte azt, hogy nem elég a jelenlegi szavazótábora ahhoz, hogy megnyerje a választást, plusz szavazókat kell hozni, és mi sem egyszerűbb annál, tehát sokba kerül, nekünk nagyon sokba fog kerülni, de egy népszavazással lehet megmozgatni az embereket. És egy kis kiegészítés ehhez, hogy a századvég már megmérte, majd lehet, hogy a Tiborék is fogják mérni, hogy azért itt olyan kérdések vannak, amire épesző ember azért igennel nem nagyon tud válaszolni, tehát hogy ki szeretne nyakló nélkül a gyerekeknek szexuális tartalmakat adni a tévében, iskolában, tehát itt ilyen 95-98%-os támogatottsága van ennek ezeknek hogy nem a változtatásra, vagy nem váltásra biztatni őket, ugye az adás előtt erről beszéltünk. Szabolcs, mondtál egy új aspektust, hogy miért a népszavazás, az előválasztás. Ezt eddig nem mondta egyébként sem újságíró, sem elemző, hogy azért van. Azt találgatták, hogy az úgynevezett pedofil törvényt akarja elfedni, vagy a megfigyelési botrányt, az a másik. Erről mit gondoltok, hogy összekapcsolja ezeket a... Én csak egy dolgot tennék hozzá, az, hogy a miniszterelnök ma nagyjából egy mondattal elintézte a megfigyelési botrányt, ami azért erős hullámokat vetett, nem csak Magyarországon, hanem Európában mindenképpen, az azért azt igazolja, hogy ő próbál meg olyan tartalmakat adni nekünk, beszédtémákat,
amelyek számára hoznak pozitívumokat, és elhessegetni azokat a témákat, amik kellemetlenek lehetnek. Na most a témák azok nem olyanok, hogy megállnak, tehát ez nem feltétlenül miniszterelnöki akaratnak a következménye, hogy megáll vagy megy tovább. Tehát én azt gondolom, hogy ez még folyhat, ez a kormány számára kedvezőtlen Pegazus botránynak a tálalása. Ez mindenképpen az ellenzék érdeke lenne, hogy napirenden tartsa, mert most, ha a hét elejét az ellenzéknek adhatjuk, a hétfő keddet, akkor mondjuk azt, hogy kedd délutántól, vagy szerdától viszont a kormányé újra ez a napirend meghatározás. És ez a népszavazás népszavazással kapcsolatban. Mit tud tenni az ellenzék? Ugye rengeteg kérdéssel fordultak miniszterekhez, majd mindjárt jön Vadai Ágnes, aki ma a sajtótájékoztatót tartott, 5 miniszterhez és a legfőbb ügyészhez. Mit tud az ellenzék? Hogy tudja az ellenzék ezt az ügyet tovább ütni vagy forszírozni? Hát itt még az előző kérdéset egy picit visszatérve, hogy itt a Pegazus ügy, ami ugye hétfőn, vagy illetve vasárnap este jelent meg a Telexen, a Direkt 36 jó voltam, hogy mindenkit biztatok, hogy olvassa, hogy ehhez képest ugye a népszavazási kérdések pár nappal később jelentek meg, azért nem ilyen gyorsan működik még a Fidesz és a kormány gépezetese, hogy akkor kitalál egy nap alatt egy ilyen dolgot. Én ezért is sokkal inkább lehetségesnek tartom, hogy az előválasztásra való politikai válasz. Hát ugye a Pegazus ügynek ugye az a tulajdonsága, hogy ez nem csak egy magyar, hanem egy elég komoly nemzetközi ügy, tehát itt még lesznek leágazásai, ugyanis nem csak magyar politikusokat, újságírókat, az Orbán kormánynak most már két egykori államtitkáráról is tudunk, akit ugye megpegazusoltak, hogy ezt a szép szót használjam, és bevezessek egy új igét. Ezt még nem hallottam. Itt nyilvánvaló módon az érdeke mindenkinek, hogy minél többet tudjunk, de hát láthatóan a kormány és a kormánytagok azért nem segítenek abban, hogy eligazodjunk, hogy mi történik ebben. Itt az lesz a kérdés az ellenzék részéről majd, hogy egyrészt mennyire akarják ezt politikai napirenden tartani, illetve ügyként egy határvonalat húzni, hogy azért itt álljunk meg egy pillanatra, és amíg nem tisztázzuk ezeket a válaszokat, ne menjünk tovább. Tehát a kémregényeket olvassák az emberek nyilvánvalóan, meg filmeket is néznek ezzel kapcsolatban. James Bondok is népszerűek, de akkor értik ezt meg igazán, vagy akkor érzik át, hogyha arra a szintre le lehet fordítani, hogy ez bárkivel előfordulhat. Jelenleg politikusokról, ellenzéki újságírók, ugye az újságírók, ellenzéki politikusokról beszélünk, de az a felvetés, hogy bárkivel előfordulhat, hogy egy kémprogram rákerül a mobiltelefonjára, az mindenkinek van. Szerintem ez az a terület, ahol megérthető. Ez nehéz ide levinni, mert mondhatja egy egyszerű ember, mondhatom, és hát nyugodtan nézegessék a telefonomat, nincs benne semmi. Tehát hogy lehet ezt levinni, hogy értsék az emberek, hogy mi ezzel a probléma tulajdonképpen? A másik része pedig a megvédés, tehát hogy milyenek azok a rendszerek, vagy milyen az a mondjuk állambiztonság, ha jó szót használ, vagy nemzetbiztonság, ahol előfordulhat az, hogyha nem a kormány tette ezt, és nem a kormány érdekében álltak ezek a lehallgatások, akkor viszont nem tudják megvédeni az embereket attól, hogy lehallgassák valakik, akik esetleg nem is Magyarországon vannak. Tehát akkor meg az a probléma mindenképpen van a kormány, tehát valahogy valamire egyszer majd válaszolni kell. Ezek, az a nehéz egyébként az ellenzék szempontjából, hogy zárt ülésen lévő információkat nem fognak tudni kihozni, és nagyon sok minden ott abban az ülésteremben fog maradni. Szabolcs, te megnézetted, meg pegazusoltak, azt mondod az előbb, megnézetted a telefonodat? Mert hogy neked jött ki korábban, mondtad, posztoltad, hogy viszont láttad sajtóban a telefonálásodat, vagy az SMS-edet? Hát nem lepődnék meg ezen a dolgon, én is meg fogom vizsgáltatni, és majd beszámolok erről. Én ismered a listát egyébként? Te láttad ezt a 300 nevet? Nem. Csak mert együtt dolgoztok, és az lett volna a következő kérdés, hogy politikusok vannak-e rajta, de akkor nem tudsz. Mert azért most jönnek, hát ma is kijött egy újabb név, de akkor nem láttad. Köszönöm, hogy itt voltatok.